nyelvű eredeti szövegében egyszerűen csak türelmes szívről van szó. A magyar nyelv gazdagságának köszönhető a szép béketűrő, vagy más értelmezésben hosszantűrő jelző. Isten irgalma irántunk a türelmében is megmutatkozik. Nem sújt le azonnal, ha mi rosszak vagyunk. Figyelmeztet, jeleket küld. Türelmesen várja, hogy megtérjünk. Hosszan tűri az emberek hűtlenségét és bűneit. Sőt, irgalmasságában mentséget keres nekünk, arra várva, hogy majd csak megtérünk, és egyszer végre új életet kezdünk. Nem élhetünk vissza sokáig a türelmével. A mi bűneink ugyanis nagyobb fájdalmat okoznak szentséges szívének, mint a hitetlen emberek bűnei. A mi bűneink jobban fájnak az Istennek, mint a nem hívő embereknek a bűnei. Már a zsoltáros is így panaszkodott. Ha ellenségem gyalázna engem, azt még elviselném. Ha csak az fordulna ellenem, aki gyűlöl engem, előle elbújnék. De te, aki társam voltál, te lettél ellenségem, akiben megbíztam, akivel együtt jártunk az Isten házába. Nem, de mi is így vagyunk ezzel. Sokkal jobban fáj, ha családtagjaink, barátaink hagynak cserben, árulnak el bennünket, mint hogyha ellenségeink miatt kell szenvednünk. Egy idegen soha nem tud olyan mély sebeket okozni nekünk, mint a házastárs, egy gyermek vagy egy rokon. Az igazi nagy szenvedéseket azok okozzák nekünk, akiket szeretünk, és akikben mégis csalódnunk kell. Szalézi Szent Ferenc írja Filótea című munkájában, amiként a mészúrás fájdalmasabb a szúnyog,